Ebbe a táblában most a legfejlettebb növények közül nézünk egyet. Látszik a csőkezdemény, látszik a hímvirágzat, lehet, hogy meg is termékenyül, de hát egy ekkora cső, ez a cső átmérőbe ekkora kellene, hogy legyen, hozzá pedig ekkora kellene, hogy legyen. Egyáltalán nem példátlan ez a kép, illetve a kukorica ilyen állapota. Korábban hektáronként 9 tonnás termés átlagot mértek országos viszonylatban. Idén a hosszantartó szárazság miatt jó, ha 6,5 tonnás hektáronkénti átlaggal tudnak számolni a gazdák. A gazdák most már nagyon gondolkodóba esnek, hogy termeljenek-e kukoricát, mert egy nagyon kockázatos növényé vált, több oldalról is. Kockázatos, mert az inputanyagok ára az egekbe szökött, a termény ára viszont teljesen kiszámíthatatlan. Ha csak 2 évet mondják, vissza a felére csökkent, tehát ekkora hullámzást nagyon nehéz lekövetni. A hő stressz leginkább Bács-Kiskunban és Csongrádban tizedelte meg a táblákat, de Jászhajkun-Szolnok vármegyében is komoly az aszálykár. Azok a gazdák, akik elsősorban anyagi lehetőségeiknek köszönhetően át tudtak állni az öntözéses gazdálkodásra, azok jó terméssel számolhatnak. Esetükben a jó termés azt jelenti, hogy nem, vagy csak alig fizetnek rá idén a kukoricára. Akik viszont ezt nem tudták megtenni, komoly veszteséggel kénytelenek számolni, hiszen a vetőmag, a növényvédőszer, az üzemanyag a mezőgazdasági gépára is jelentősen emelkedett. A kukorica ára viszont alig, vagy semmit. A növénytermesztésben ez persze nem új, hogy évente változnak az árak, évente van hullámzás, de ilyen drasztikus hullámzás, amit a háború okozott, ez nem volt jellemző soha. Az idei aszályt azt teszi még inkább veszélyessé, hogy már nem csak a talajból fogyott el a víz, hanem a légkörből is. A Nagykunságban egyáltalán nem ritka, hogy olyan páratartalom értékeket mérnek a gazdák, amelyek az afrikai sivatagokra jellemzőek.